Nyilván a traktátus99-es lapja fog következni. Gyorsan ismételjük át, hogy mi is volt a 98-as lap témája. És ezért vagyunk is ma este itt. Képzeljétek el, 10 perc volt, mi megtaláltuk a táblát, amit a péntek esti program miatt elraktak itt a kollégák. Csak megtaláltuk. És feltétlenül szükségünk is lesz a táblára, ugyanis tábla nélkül követhetetlen lenne a történet. Itt vagyunk, megvan, megvan a történet. Jó estét kívánok mindenkinek! Ahogy látjátok, erről szólt a misna. Nézzük, miről szólt a misna. Okay. Tehát volt öt asszony. Az öt asszonynak volt egy-egy biztos gyereke. Ez az egyes, a kettes, a hármas, a négyes és az ötös. És mindegyiknek volt egy másik gyereke is. A hatos, a hetes, a nyolcas, a kilences, a tízes. A probléma ott kezdődött, amikor ezek a gyerekek összekeveredtek a szülőszobában, és nem tudjuk, hogy a hatos az kinek a gyereke, a hetes kinek a gyereke, a nyolcas kinek a gyereke, a kilences, a tízes kinek a gyereke. Tehát itt van most öt olyan fiú, akiről nem tudjuk, hogy ki az anyja. Ki az anyja, ki az apja. Eddig még nincs semmi gond. Ezek összeházasodtak, ahogy látjátok ezekkel a négyzetekkel, majd mindannyian meghaltak. Okay? Most itt van öt olyan özvegy, akiről nem tudjuk, hogy melyik fiúval kell, hogy sógorházasságot kössön, vagy rendezze a sógorházassági visszajárót kalicával. Mit mondta Misna? Mi a jó megoldás? Hogy mindegyik fiú ad az egyesnek kalicát, kivéve egyet, és az az egy ad neki ivumot. Mindegyik ad a hetesnek kalicát, kivéve egyet, és az ivumot csinál a hetes özvegyének. Mindenki ad halicát a 8-as özvegyének, kivéve a 3-as, és az halicát és az ivumot csinál a 8-as özvegyének. De mi ennek a dolgnak a lényege? Hogy mivel nem tudjuk, hogy kire vonatkozik a sógorházasság intézménye, ezért mindegyik csinál halicát, egy kivételével, aki csinál ivumot. Ha tényleg úgy jön ki, hogy ő a testvér, akkor nagyon jól csinál ivumot. Ha nem ő a testvér, akkor sima házasság. Azt is lehet. És az igazi testvér adott halicát? Az igazi testvér pedig adott halicát. Így van. Ez volt a esete a misnának. Most ez egy kicsit bonyolódni fog. Ezt, ami most jön, azt nekem is egy pár percig tartott megérteni, hogy mit is jelent. Akkor nézzük, mit mond a Talmud. Talmud azt mondja, tanulában a mi cassan achim. Mi cassan se én achim, ha achim chölcin, mi se én achim miábni. Azt mondja, tanulj. Ha ezeknek, egy brájta azt tanította, ha ezeknek egy része testvér, és egy másik része nem testvér, a testvérek adnak halicát, és a nem testvérek adnak hibumot. Mi van? Májka amár. Amra száfra hachika amár. Mik cassan achimina áv? Mik cassan achimina én? A Száfra azt mondja, hogy ez mit jelent? Nem azt jelenti, hogy egy része testvér, egy része nem testvér, hanem azt jelenti, hogy egy része testvér apai oldalról, és csak apai oldalról, egy része testvér anyai oldalról is. Akkor ez, mindjárt elmagyarázzuk, ez mit jelent. Ebben az esetben Achimina én chölcin, akkor az, aki nem csak apai oldalról, hanem anyai oldalról is testvér lehet, az halicát ad, és az, va Achimina áv, mi ábmin, és az, aki csak apai oldalról testvér, az csinálhat hibumot is. Oké. Akkor értsük, hogy miről van szó. Ugye, tehát, hogy az alapeset az volt, hogy volt kicsit visszamegyünk, hogy... Tehát volt... Volt itt ugye...
öt nő, az öt nőnek volt 10 gyereke. Ugye a 10 gyerek, ugye itt ezek mellett van egy férj is. Bocsánat. Ugye emlékeztessük magunkat, hogy csak a apai ági testvéreknél van a jibum micvája, a sógorházasság micvája. Anyai ági testvéreknél nincsen sógorházasság micvája, sőt, nem csak, hogy nincs ilyen micva, fönnáll a tilalom, hogy tilos a testvéremnek a feleségét elvenni. Akár még él a testvérem, akár már meghalt. Most nézzük. Ugye volt öt nő, öt férjel. Öt nő, öt férjel. Igen. Képzeljük el, és akkor az öt nőnek volt ugye 10 gyereke. A 10-ből az első öt, azt tudjuk, hogy kicsoda. A következő öt, az el fog veszni. Nem fogja, össze fog keveredni. De előtte még, hogy kicsit komplikáltabb legyen a dolog, képzeljük el, hogy mondjuk ez a férj, ő férje ennek, és férje volt ennek. Oké? Okay? Az mit jelent? Hogy a hatos az testvére az egyesnek apai és anyai ágon, a kettesnek bocsánat, rosszok se nekem. Tudom, be fogok bonyolulni. Ezt csak kezdeni, hogy a rajzunk ide a férjeket. Ukrak volt a célból, volt a hány. Ha? Ukrak volt a célból, volt a hány, tehát tőlesen a távol. Oké, tehát ugye itt az egyes és a hatosnak közös az apja és az anyja. Viszont a ennek a férfinek korábban a felesége volt ez a nő. És ezért mi jön ki? Hogy és a kettes az így. Így a gyerekünk. Akkor mi jön ki, hogy a hetesnél közös a hetes és a kettes, ők apai ágon testvére, a kettes és az egyes, ők anyai ágon testvére. A kettes és az egyes, azok anyai ágon testvérek, és a kettes és a hatos is anyai ágon testvérek. Mert apai? Nem, mert az apaival ő csak az egyessel. Tehát akkor itt a problematikus, az ki lesz? A kettes. Miért? Mert neki ebben a rendszerben az... Ja igen, most menjünk tovább. Eltűnt, nem tudjuk, hogy kinek ki az anyja, és ugye összeházasodtak. Oké? Okay? Akkor mi a probléma a kettessel? A kettessel az a probléma, hogy neki van egy testvére, aki apai ágon testvér, akire kötelező a sógorházasság, ez ő. Itt ugye közös az apjuk, mert ugye itt volt ez a vonal. De van valaki a rendszerben, akivel anyai ágon közös. És ez a hatos. Ugye? Igaz, hogy a hatosnak van egy apai ágon való testvére is, de ugye a gond az az, hogy akkor a kettessel az a probléma, hogyha neki megenged, ha nem lenne ez a helyzet, akkor mit csinálnánk? Mindenki kéne, hogy adjon hanicát, és mindenki csinálna egy nővel ibumot, és mindenki másnak adna hanicát. Ugye? Hát akkor a kettes esetén mi lenne? Ő adna mindenkinek hanicát, és egy valakivel csinálna ibumot. A probléma az az, hogyha az egy valaki, az pont az anyai ági testvére, akkor már nem mondható azt el, maximum elvesz egy idegen nőt. Nem, az az anyai ági testvére. Mit mondtunk? Azért jó megoldás, hogy mindenki csináljon hanicát négyre, és egyen házasodjon,
Mert az az egy, az vagy az apai ági testvére, nek az özvegye. Vagy egy sima nő. Vagy egy sima nő. De a kettesnél ez nem igaz, mert ő neki az lehet, hogy az anyai ági testvére. És hogyha az anyai ági testvére, azzal nem csinálhat hibumot, és nem ismerheti el feleségünk. És ezért ebben az esetben az, akinek volt ilyen családi viszonya, hogy van az elveszettek között, vagy az összekeveredett fiúk között, akik különben közben meghaltak, de ne felejtsük el, hogy nem velük házasodik, hanem a feleségeikkel. De mindesetre, ha volt közöttük olyan, aki anyai ági testvér, akkor ő nem csinálhat hibumot, ő csak halicát csinálhat. Mivel maximum ad halicát az anyai ági testvérének, az özvegyének. Nem történt semmi, a halica az csak egy... Leveszem a cipőjét, akkor levette fölöslegesen a cipőjét. És erre ezt akarta azzal mondani, hogy ha egy része a testvéreknek anyai ágon is testvér, akkor ők halicát csinálnak, és akik pedig apai ágon testvér, azok csinálnak halicát, és egy valakivel csinálnak hibumot. Oké, innentől fogom már vissza, könnyű lesz ehhez képest már könnyű lesz. Ugye a következő variáció, Mikcaszam Koihanim, Mikcaszam Koihanim, mi van akkor, hogyha a testvérek egy része Kohén, egy kettessel egy része nem. Tegyük fel, hogy ők ketten kohaniták. Mi itt a probléma? Az egyessel és a kettessel. Hogy ő náluk megint csak gond van, mert hogyha egy olyan nőt vesznek el, aki nem a sógor házasság révén a hibumuk, akkor az egy sima özvegy nő. Hát, mivel gondolok, hogy özvegy? Özvegyet elvett a kohén. Á, nem özvegy. Halicát kapott nő. Értitek? Ez olyan, mint a vár, mint állt volna vár, nem? Igen, csak miért kapott halicát? Menjünk végig. Mindenki ad halicát, mert már többiek adtak neki a halicát. Igen. Ugye mi volt akkor, most tegyük fel például, hogy a hármas, ő ad halicát a hatosnak, a hetesnek, a nyolcasnak, a kilencesnek, és elveszi a tízest. Amikor az egyesre kerülne sor, ő adna a halicát a hetesnek, a nyolcasnak, a kilencesnek, a tízesnek, és elveszi a hatost. Igen ám, de ha a hatost nem jogszerűen veszi el, mert az nem a hatosnak a feleségén, mert az valójában nem a testvére, akkor egy olyan nőt vett el, akinek a hármas már adott halicát. Ha adott halicát, az olyan, mint egy elvált nő. Egy elvált nőt nem vehet el egy kohén. Ezért mit csinálunk ilyenkor? Kajánim Hölcim, és én Kajánim Jábim. Aki kohanita, tehát az egyes és a kettes, ők csak halicát adhatnak, és aki pedig nem kohanita, az csinál hibumot is. Akkor kettő nő nem fog hibumot. Ez egy jó kérdés, de? Akkor, mert én csináltam két nővel is. Mondjuk a hármas elveszi a hatost, és elveszi a hetest. Az egyik az hibum, a másik nem. Jól járt. Oké, megyünk tovább. Mik caszom kajhánim? Umik caszom achiminaim? Élő hölcsöm, most akkor fokozzuk az örömöket. Kohaniták is a testvérek egy része, és a testvérek egy másik része anyai ágon is testvére, ahogy ezt az előbb felrajzoltuk. Az előbbi, az első variáció volt, hogy a kettesnek a hatos az anyai ági testvére. Most képzeljük el, hogy mondjuk nem az egyes és a kettes a kohén, hanem az egyes és a négyes, és a kettesnek anyai ágon testvére a hatos. Akkor az egyes és a négyes ki van zárva, mert ők kohaniták, ők csak halicát adhatnak, a kettes ki van zárva, mert neki a rendszerben van egy anyai ági testvére. Most ötvözzük a kettőt. És akkor csak a többiek csátnak hibumot, ők pedig halicát csinálnak. Oké. Most új ilyen találós kérdések jönnek. Tanulában! Azt mondták a bölcsek. Jés hajletsz le imoj mi szafek, le hajszaj mi szafek, le bitoj mi szafek.
előfordulhat, hogy az ember az anyjának ad halicát, a bizonytalanság miatt, a húgának ad halicát a bizonytalanság miatt, vagy a lányának ad halicát a bizonytalanság miatt. Akkor menjünk sorra. Hogyan nézne ez ki? Az első az az, hogyan lehetséges, hogy imoly mi szafek. Kétszer. Imoly, de isa a keresztve lahem snéz karim. Tehát először van egy nő, kettő nő. Igen? Az egyik nőnek a fiát úgy hívják, hogy Rubén. Oké? Okay? Ezek után Lahen snéz hanim, ve chazru mi jolda snéz hanim ve machbe. Akkor Rubén, és itt van még egy fiú. Rubén, ez csak zsárójában legyen, tehát ez az egy fiú, két fiú. Utána szültek mi még két gyereket, ve chazru mi jolda snéz hanim ve machbe. A 3F, 4F. Ez az fiú vagy fél? Fiú. Majd itt is a szülőszobán történt egy kis malőr, és nem tudjuk most már ki ebből, erről a két fiúról, a 3-asról és a 4-esről nem tudjuk, hogy kinek a fiai. Majd mi történik? Bob Nosel Zú, de Nasa, Imoy shel zu. Mi van még egyszer? Ubob noy shel zu. Vnosa imoy shel zu. Ubob noy shel zu, vnosa imoy shel zu. Majd mi történt? Az egyes elvette feleségül a kettes nőt, a kettes nő elvette feleségül az egyes nőt. Ugye eddig simán ezek korban lehet, hogy nem voltak annyira egyformák, de ez két idegen nő. Tehát ugye simán megtehették. Akkor. Majd mi történt? Igen. Majd mi történt? Gömészú, belojboni. Majd meghalt az egyes, és meghalt a kettes. Akkor mi van itt? Van az egyes nő, és van a kettes nő, és van a hármas fiú, meg a négyes fiú. Mit kell csinálni? A hármas fiú kell, hogy adjon a licát az egyes nőnek, és a kettes nőnek. Miért? Mert ő nem tudja, hogy ő kinek a testvére, ő lehet, hogy a egyesnek a testvére, lehet, hogy a kettesnek a testvére, tehát, és ugye a négyes is. Ezért mind a ketten fognak adni a licát a saját anyjuknak is. Ugye miért? Mert ha a, ugye ebben az esetben a 3F-es kinek kell, hogy adjon halicát? A kettesnek. Ugye, mert az ő testvére az 1F elvette a kettes nőt, majd meghalt, akkor a testvér kell, hogy adjon neki halicát. De közben ő azt hiszi, hogy lehet, hogy ő az anyja is, és valójában ő a ő volt a testvér, és akkor neki kell adnia. És ezért neki is ad. És ezért ad a saját anyjának is, hogy? Csinálhat hibumot, mert lehet az anyjának csinálni. Így van, hibumot semmiképp nem csinál, csak halicát. Akkor ezzel megvan az az eset, amikor egy ember ad a saját anyjának halicát, min a szofe, a félreértések elkerülése végén. Menjünk tovább. Lájhajszaj mi szafek kétszát. Hogyan nézett ki az, hogyha az a lány testvérének ad halicát? Immoj be isa a keresz, si jondu stejne kavajsz be machve. Tehát volt egyszer egy oké, van két nő. Van az egyes nő, kettes nő. Mind a kettőnek van egy férje, egyes férje, kettes férje.
Okay. Születik egy-egy lány. Egyes lány, kettes lány. A férnek van egy testvére. Egyes testvér, kettes testvér. Okay. Mi történik? Tehát, imoly ve isach elsi adus tényleg kevajzva machbe, és itt ugye összekeverednek, nem tudjuk, hogy az egyes lány az egyes, a kettes lány a kettes. Oké. Ubo achen shen loy me oisaim, אימוי ואישו אחר שיולדו שתי נקו איזו מחווה, ולכל אחץ ואנוש מעולוי בן מנישואים קודמים. עוד שעה, הוא תשאר הפלונטון. בבן נישואים קודמים, כאשר כל אחד מהבונים האלו הוא אח מאימוי, לאחץ מהחוי יש נסער בו. אהה, אוקיי, עוד שעה. לא סולונט, אני לא יודע מה זה אשר. רגע צד. Tehát egyelőre ott tartunk, hogy van két lány, most ugye a történethez hozzátartozik, hogy a két lánynak van egy-egy testvére, egy másik házasságból, a nőnek egy másik házasságából. Oké? Micsoda? Elvesztettem a fonalat. Még egyszer. Imoly vagy is a helyes jeladó stények, ahogy ezben már ahogy mint szarabb, de az elő, a kalakász már sem, ha jó benminisztő, mikor így, mint káskol, ahogy már banim, ha jó, ah, mert imoly le, ah, ezt már helyes névú, a bal a helyem sem, és néha banim, és a lőj, mert ahogy szó, én, hány a helyem, mint állt, bilvád, a szó, aha. Mely szó, lőj, banim. Oké. Még tovább gondolni. Oké, kezdjük előre. Oké, okay, tehát volt, van az egyes nő, van a kettes nő. Az egyes nőnek van egy férje, egyes fér, kettes fér. Született egy-egy lány, egyes lány, kettes lány. Oké, okay. A nőnek, mind a két nőnek volt egy másik férje, kettes fér. És a kettes férnek volt egy másik felesége, hármas nő. Már szerintem nem tudom, hol rajzolja. Oké, okay? Akkor itt ez hogy nézett ki? Van egy testvér. Ez így. Ennek van egy testvére. Egyes testvér. Számozásba elvesztünk, kettes testvér. És itt is van 2F, 2, 3, 1, 1. Oké. Okay. Tehát akkor van egy nő, annak van egy férje. Attól született egy lány. Elveszett a lány. Nem tudjuk, hogy, hogy ő az övé. Itt is volt egy nő, annak volt egy férje, született a lány, az elveszett. Ennek a nőnek volt egy másik férje, akitől született egy gyerek. És annak a férfinek volt egy másik felesége, akitől ugyancsak született egy gyerek. És ugyanígy itt is. Ez a gyerek, tehát ez a gyerek, ő házasodhat valamelyik lánnyal? Ez a gyerek nincsen igazából testvér kapcsolatban egyik lánnyal sem. Ezzel a lánnyal biztos nincs, de ezzel a lánnyal sincs, az egyes lánnyal sincs, mert ki az az egyes lány? Az ő apjának, egy korábbi házasságának
egy korábbi házasságának a lánya. Magyarul az apja összeházasolt egy nővel, akinek egy korábbi házasságban volt egy lánya. Az nem az én testvérem. Ugye? Nem tudjuk, hogy ki a gyerek, ki nem. Oké, de nem, ezt nem tudjuk. De ha tegyük föl, hogy ő ezernek a gyereke, ő akkor is házasodhat vele. Oké? Akkor mi történt? Ez történt. Ő összeházasolt vele. Ő összeházasolt vele. Oké? Majd meghaltak. Meghaltak. Akkor maradt ez a testvér, aki testvér az apjától ennek, akkor neki kéne csinálni halicát. De ha ez tényleg az ő lány testvére az anyjától, akkor nem kell csinálni halicát, mert az ember nem csinál halicát a testvérének. De hogyha ez, akkor kell csinálni halicát. Emlékszünk? Mi most tudjuk, hogy ez a lány testvére, de ő nem tudja, hogy ez az ő lány testvére, és nem kell neki csinálni halicát, vagy ez az a kettes lány testvére. Miért? Mert összekeveredtek. Nem érted? De ha a kettesnek miért kell, a kettes testvérnek miért kell egyáltalán belemenni ebbe a hiszátába? Ő azt tudja, hogy neki van egy. Ez a fiú, a kettes testvér, elvette az egyik lányt. Okay. Mi most tudjuk, hogy ő az egyes vett el, de valójában nem lehet tudni, mert lehet, hogy a kettes vett el, mert ők ugye összekeveredtek. Ha meghal a kettes testvér, okay, akkor ez a testvér, az egyes testvér, ha tudná, hogy ez a lány testvére az anyai ágról, akkor nem kell halicát csinálni, az ember nem csinál halicát a saját lány testvérének. Oké? Okay? De mivel nem tudja, hogy ez a lány testvére, mert lehet, hogy ez a lány erről a lányról van szó, ennek a lánynak kell csinálni halicát, mert az ő testvérének volt a felesége. Világos? És ezért mit csinál? Ő is mind a két lánynak ad halicát, és ő is mind a két lánynak ad halicát, akkor az jön ki, hogy az ember ad halicát a saját lány testvérének. Min a szafek? Megyünk tovább. Le bitaj mi szafek kétszer. Most olyan legbonyolultabb. Az ember hogy ad halicát a saját lányának. Istaj ve isá keresi jardus stejne kévözben máhve. Volt egy ember, Ruvén. Annak volt egy felesége, egyes feleség. Volt egy másik nő, egy 2F, mind a ketten szültek egy lányt. Egyes lány, kettes lány. De elvesztek, oké? Okay? Bocsánat, még legyen Simon. Tegyük hozzá, hogy Ruvénnak is van egy testvére, egyes testvér, és Simonnak is van egy testvére, kettes testvér. Oké? Okay? Most, ugye ő, a kettes testvér elveheti a saját unokahúgát, az megengedett. Mi történt? Elvesztek a lányok, nem tudjuk, hogy kinek a lánya. Ő elvette őt, nem tudjuk, hogy ez, de nem tudjuk, hogy az egyes vette, vagy a kettes vette. Én most felrajzoltam a valóságot, de mi nem tudjuk. Majd meghalt az egyes is, és meghalt a kettes is. Akkor ebben az esetben Ruvén nem kell, hogy adjon halicát a saját lányának, de mert nem tudja, hogy ez a saját lánya, mert a ketten összekeveredtek, és lehet, hogy ez a kettes és ez az egyes, ezért kell adni a halicát neki. Mit fog kijönni, hogy ad halicát a saját lányának? A Ruvén. Ruvén is, és a Simon is. Ilyen egyszerű. Valaki az unokahúgát el tudod venni, ugye? Igen. Kihagytam valamit. Mindent elmondtam? Imolyve is a keresi adós, hogy oké. Akkor
Mondod, ez nem volt olyan bonyolult, azt hiszem, egy következő lesz, ami majd bonyolult, azt hiszem, hogy már most jön. Ezzel csodálkozom. Volt, meg volt a... Oké, megyünk tovább. Tánja, hajja, rabbi, mér, hajj, mér. De miért szokta volt tanítani? Isve is szokta volt tanítani. Isve is a pamim sem, hogy nidim hamis umoisz. Elképzelhető, hogy egy férj és egy feleség ötféle pedigréjű gyereket szüljön. Az egyik gyerekük zsidó legyen, a másik nem zsidó, a harmadik rabszolga, a negyedik mamzer, az ötödik... Hogyan lehetséges ez? Ugyanannak a férfinek és a nőnek. Két szám. Izrael se lakák evedve sifcha minasuk. Képzeljük el, hogy egy izraelita férfi vett egy kánánita férfit és nőt szolgának a rabszolga piacról. De Lahem Sneibanim, és ezeknek volt két gyerekük, még mielőtt szolgákká lettek. Tehát, hogy nézünk ki, itt van az izraelita barátunk, és itt van a két kánánita szolga, egy kánánita férfi, egy kánánita nő, akiknek van két gyerekük, egyes gyerek, kettes gyerek, akik nem szolgák, hanem simán pogánok. Ezeket ő megveszi, behozza magához szolgálnak. Vagy mi történik? Nizgájer echod mehen. Egyelőre az történt, hogy az egyik betért zsidónak. Akkor ő egy gér. Az egyik gyerekük most gér. A másik nem tért be, tehát akkor ő pogány. Ők a KF és KN-nek a gyerekek. Így van. Egyelőre kétféle gyereke van KF-nek és KN-nek. Majd... Hit Bilal és Sémábdusz szolgák lettek, és született Niszikus Elze, és született egy új gyerekük, ez már a hármas gyerek, és ő szolga. Most már háromféle gyerekük van. Van egy gér, egy pogány, meg egy szolga. Sifre lesz a sifha. Bal leha. Ha eved. Ha rékán gér, mert akkor eved a mamszer. Majd mi történt? Az izraelita barátunk a kánánita nőt felszabadította. Tehát az most már egy zsidó nő. És a kánánita férfi még egyszer együtt volt a gyerekkel. Akkor születik egy negyedik gyerek, és ez szerint a vélemény szerint, ha egy kánánita férfi együtt van egy izraelita nővel, az abból született gyerek, mamzer. Ezt mi nem fogadjuk el, ezt a véleményt, de ezt szerint a véleményt. Most van egy gérgyerek, egy pogánygyerek, egy szolgagyerek és egy mamzer gyerek. Az, hogy egy bármilyen kánánita férfi, vagy egy kánánita rabszolga? Egy kánánita rabszolga, bocsánat, rosszul mondtam. Kánánita rabszolga. Majd mi történt? Ezek után felszabadította a férfit is, megint együtt voltak, akkor született egy ötödik gyerek, és az már egy sima zsidó gyerek. Akkor mázertal van egy család, ugyanaz a férfi, ugyanaz a nő, és köztük van egy gyerekük, aki gér, egy gyerekük, aki pogán, egy gyerekük, aki szolga, egy gyerekük, aki mamzer, és egy gyerekük, aki zsidó. Ezt hívják sokszínűségnek, ugye? Diversity. Így van. Márki másmilyen, aki nagyon szép, nagyon köszönjük, és kajak, de mit akar ez mondani? Mi ebben a nógunk? Olyanit, hogy hamve ebben a bal, bász Israel, ámlád mámzer. Azt akarja, azért mondta ezt a minél, mert ez az eset volt fontos, hogy egy kánánita szolga, és válaszol a kérdésedre az ő vélemény szerint, egy sima kánánita is, egy pogány, ha együtt van egy zsidó nővel, akkor a gyerek mámzer. Mi ezt nem fogadjuk el, de ő ezt akarta ezzel az egészen. Ki mondtál? Hogy? Ki? Rabbi Meir. Tanrában még egy eset. Jés Möjchen ez aviv lehagbősz eszk szubasz. Előfordulhat, hogy az ember eladja
saját apját azért, hogy a ketubát ki tudja fizetni. Hogy kell ezt elképzelni? Iszrael lakás Eved Mesifa. Van egy izraelita. Ez vett egy szolgát és egy szolganőt. Minden sok fel, ahemben. Ugye ugyanígy akkor, hogy volt egy kánaánita férfi, kánaánita nő. Ezeknek van egy gyerekük, egyes gyerek, aki pogány. Ők bejönnek szolgának az izraelita alá. Majd mit csinál az izraelita? Fölszabadítja a kánaánita nőt, és mázeltól össze is házasodik vele. Ebből születik egy gyerek, de nem, bocsánat, összeházasodik vele. Nem születik gyerek. Van már, de kosszabb, kalne, kosszabb, na. Majd azt mondja az izraelita, annyira szeretem a feleségem, ha meghalok, minden vagyonomat a pogányba írom. Ha meghalok, minden vagyonomat a pogány gyerekre írom. Ami mit jelent, most tényleg meghal, akkor a nő megy a pogányhoz, és azt mondja, fizess ki a ketubámat. Miért? Mert a nő ketubája az jár a nőnek, kitől kell behajtani a ketubát? Az örököstől. Itt nincs örökös, az örökös az maga ez a pogány gyerek, mert arra írta rá az izraelita a vagyonát. A vagyonnak része szegény apuka. Mert ő még szolga. És a szolga az része a vagyonnak. Erre mit csinál a pogány gyerek? Eladja a saját apját, hogy az anyjának ki tudja fizetni azt a ketubát, amit a... Májka másmára. Okay, és mit akar ezzel mondani? Nagyon jó példa, mit akar mondani? Kula Rabbi Meiri. Ez mind Rabbi Meir. És Rabbi Meir mit akart ezzel bizonyítani? De áfdomi táltani, mert táltani és táblának szóba. Azt akartam mondani, hogy Rabbi Meir, van egy vita, hogy a pogányok, mint vagyonelem, nem a pogány, bocsánat, a kánaánita szolgák, mint vagyonelem, milyen vagyonelemnek számít? Mi táltaninnak, tehát mobiliának, nem mobiliának, amelyek ingóságnak, vagy ingatlannak. De mi miért szerint ingóságnak számítanak, és miért mondta ezt az egész sztorit erre, mi miért? Mert azt akarta, hogy megtanuljuk, hogy az ingóságból is be lehet hajtani a ketubát. És ezért adja el a pogánya apját, az ingóság ugyan, de az ingóságból is be lehet hajtani a ketubát. Vagy egy másik vélemény, mi baj, szémak másmalon, ávdokömekál kajdami, valójában azt a véleményt követjük, hogy a pogány, a kántáni szolga az ingatlannak számít, és az ingatlanból természetesen be lehet hajtani a ketubát. Oké, eddig csak a bemelegítés volt, most jön a nehézés. Isuseni szarev vlada de vlad kalasza. Képzeljük el a következő eset. Volt egy nő. Lue. Lea. Volt egy gyerekük, egyes fiú, és volt egy másik gyerekük, kettes fiú. Kettes fiú elvettek a mancikát, most őt hagyják meg fogjuk nevezni, mennyek. Ugye ő a mennye. Ennek, ezeknek született egy gyerekük. Egyes gyerek. Majd mi történt? Itt is született egy gyerek. Ő már akkor a hármas gyerek. Összekeveredett a Lea gyereke a menyének a gyerekével. A szülőszobán csuk-csuk, most nem tudjuk, hogy ki kicsoda. A hármas az Leának a gyereke, vagy a menyének a gyereke. Az egyes az a menyének a gyereke, vagy Leának a gyereke. Mi történt? Bneákáló, ja, itt még van, itt még oda tartozik, hogy itt vannak más gyerekek is. Négyes gyerek, ötös gyerek, és itt is van. Hármas fiú. Oké? Okay? Akkor most mi a helyzet? Ha ezek házasodtak,
majd meghaltak. Azt mondjuk, hogy a hármas gyerek és az egyes gyerek az a egyes és a kettes F-nek a gyerekei. Csak azt mondjuk, hogy melyiknek. Nem gyerekei. Nem, ez félrevezető. Tehát ők, azt tudjuk, hogy a hármas gyerek az vagy Ruvénnak a gyereke, vagy a 2F-nek a gyereke. Az egyes gyerek az vagy a 2F-nek a gyereke, vagy Ruvénnek a gyereke. Oké? Okay? Majd ezek meghalnak, akkor mi a helyzet? Ugye elviekben az egyes F meg a hármas F a hármas G-nek kéne, hogy adjon halicát. Ugye? A 4G, 5G az 1G-nek kéne, hogy adjon halicát. Oké? Okay? Mit lehet itt csinálni? Néha kell a hajtszimili abni ábni, és a 20 szafék és az archív, és szafék és az archív. Ezek, a 4-es és az 5-ös, mindenképp halicát adnak az 1-esnek és a 3-asnak. Miért? Mert vagy a testvérüknek az özvegyéről van szó, vagy az apjuk testvérének az özvegyéről. Az ember nem veheti el az apja testvérének az özvegyét, és azért mindenképp halicát kell, hogy adjanak. Viszont a rumén gyerekei, a 3-as F és az 1-es F, ők adnak az egyiknek halicát, a másiknak adhatnak hibumot. Miért? Mert legrosszabb esetben a unokahúgukat veszik el, és nem el lehet az unokahúgát. Menjünk tovább. Mészú Haksén, mi van akkor, hogyha nem ezek haltak meg, hanem ezek haltak meg. Ugye itt is van nő. Akkor a hármas G az kinek adhat a turövös lebneász kéna hölcim lőmiábim, akkor ezeknek a nőknek a hármas G is és az egyes G is csak halicát adhat. Miért? Mert nem tudja, hogy az ember nem veheti el a nagybátyjának az özvegyét, és mert az egyes G nem tudja, hogy ezek most a nagybátyjai özvegye, vagy a testvérének az özvegyei, ezért mind a ketten halicát adnak. És ezeknek az özvegyeknek pedig lehet adni halicát is, és lehet hibumot is. Miért? A legrosszabb esetben a testvérem gyerekének a lányát veszem el, amit szabad. Az unokahúgát veszem el, és a szabad. És ezért itt lehet halicát is adni, és hibumot is adni. Oké. Okay. Menjünk tovább. Következő eset. Koi henes sem is arev lada, de Vlácsiv Hasza. Van egy kohanita nő. Kohanita nőnek van egy gyereke. De a kohanita nőnek van egy kánálita szolganője, akinek ugyancsak van egy gyereke. Egy kórházba mentek, és sajnos itt is köti manőr történt, csak két gyerek összekeveredett. Nem tudjuk ki kinek a gyereke. Most mi a szabály? De a kohanitának a gyereke az kohén, a kohanita szolgának a gyereke az egy rabszolga. De és a kohanita nőről van szó, nem? De a kohanit az itt valószínűleg azt mondja, hogy kohanita a férje. Gondolom, ez inkább lesz szó. Igen. Most, ugye trumából ki ehet itt? Ugye ehet a kohanita gyereke, mert ő is kohén, de valójában a szolga gyereke is ehet, mert mit tanultunk, hogy a szolgák az része a háza népének, tehát ehet ő is a trumából. Tehát ami azt jelenti, az azt jelenti, hogy mind a ketten ehetnek a trumából, az egyik, mert vagy azért teszek a trumából, mert kohén vagyok, vagy azért teszek a trumából, mert egy kohanitának a szolgája vagyok. Oké? Okay. Kőhenesény szára Vlado Vlácsik hossza, a réhelyi olyan metruma, a hölkénk elkehod be gölyben. És ugyanígy elmehetnek ugye a mezőre, ahol osztják a trumát, és
vehetnek belőle mind a kettő. De én, amit Tamlin nézszín, egyikük sem mehet be a temetőbe, mert ő bemehetne a szolga gyerek, de nem tudjuk, hogy ő a szolga gyerek, lehet, hogy ő az igazi gyerek. De én a nőszim nasim, és szerencsétlenek nem házasodhatnak. Miért? Ő nem házasodhat, mert lehet, hogy ő nem egy kohén, hanem egy szolga. Ő sem házasodhat, mert ő egy szolga, lehet, hogy senki nem házasodhat. Senki nem lehetne a tórához, senki nem lehet. Semmi. És nem házasodhatnak, ez a legrosszabb az egészben. Bébsénősz, mindegy, hogy akiket elvesznek, az a kohanitára kóser vagy nem kóser, mert... Milyen a legegyszerűen, hogy csak kiengeded, mindkét gyereket kiengeded? Mit lehet csinálni? Higdiluat a rövesz, sikrölu zelze, mert felnő a két gyerek, azt mondja, figyelj gyerek, oldjuk meg egymás problémáját. Én adok neked egy felszabadító levelet, és te is adsz nekem egy felszabadító levelet. Miért? Mert vagy ugye ő a ő gyerek, ő az örökösse a szülőknek, tehát a szolgált örök volt. Mondjuk azt, hogy meghalt. Akkor ő örökölte a szolgát. Tehát azt mondja, ha én vagyok az, vagy én vagyok az urad, vagy te vagy az uram. Szabadítsuk föl egymást. Ha én vagyok az urad, itt van a szolgál, a felszállító lábja, a viszlát. Ha te vagy az uram, légy szíves, te is adjál nekem egy felszállító lábja. És akkor ezek után, noiszim nosenu illeszkakóna, akkor házasodhatnak, de csak olyan nőkkel, akit egy kohanita is elvett a biztonság kedvéért, mert nem tudjuk még mindig, hogy melyik a kohanita és melyik a felszabadított szolga, aki zsidó, de nem, de ugye. Tehát akkor olyan nők, például egy elvált nőt egyikük se vehet el. De én, amit Tamile Mészint, egyikük sem mehet be a temetőbe, mert valahogy az egyikük kohanita. De én nit moenen szövginákbaim, de hogyha mégis tisztátalanok, válnak, bemennek a temetőbe, akkor nem jár érte büntetés, nem jár érte botütés. Bénon a nem a truma, és nem ehetnek a trumából viszont, a biztonság kedvéért, mert lehet, hogy az egyikük nem kohanita. Imachlu, émesálmim kembechém, és ha mégis csak ettek a trumából, akkor nem kell, hogy fizessenek 20%-os kártérítést. Általában egy nem kohén eszik a trumában, jogosulatlanul, akkor kell fizessen egy 20%-os kártérítést, ők nem kell fizessenek kártérítést, de én a hölkimának olyan, és nem adnak nekik a szérűből termést trumagyanán, majhrin a truma, ezt a truma, és ők maguk pedig kell, hogy adjanak trumát. Ugye, ha én kohanita vagyok, akkor a kohanita nem kell, hogy adjon trumát. De ha nem vagyok kohanita, akkor kell, hogy adjak trumát. Akkor a biztonság kedvéért vesznek trumát, és azt eladják egy másik kohénnak. Mert akkor az trumát is vettem, de közben, ha az nem truma, akkor azt el is adhatom. De én hölkimbe kacsiam mikdas, nem részesülhetnek az áldozati húsból, mert nem biztos, hogy kohanták, de én nöjszínlem kacsim, és nem is adnak nekik belőle, de én majd címmi se lehem idején, de ha mégis elvettek, akkor nem veszük el tőlük. Uptuni min az raja, min a chai, min a keiva. Ha ők hoznak egy áldozatot, akkor föl vannak mentve az alól, hogy ők odaadják egy kohanitának azokat a részeket az áldozatból, amit oda szoktak adni a kohanitáknak. Ubchöjre jen röje ad sinisztaev. És az ő elsőszülött állatuk, ugye az elsőszülött állatot oda kell, hogy adják a kohénnak, azt nem kell, hogy odaadják a kohénnak, hanem megvárjuk, amíg makula nem esik, nem lesz hibás az állat, és akkor megehetik, nem kell kohanitának adni. Ez a gyerekeikre is. Mondom. Erre nem gondoltam, de igen. Igen. Tényleg. Örök probléma. Az ők nagyapám. Na hiszen alap hömrék, hogy hányim hömrészre elém, és mind a kettőre, mind a kettőnek a... Tehát mind a kohanitákra, mind pedig a sima zsidókra vonatkozó szigorítások vonatkoznak a biztonság kedvéért. Oké, eddig tartott a hosszú misna, most nézzük, mit mond a Talmud. Mészak sérim, ugye a misnában volt ugye ez az eset, hogy amikor azt mondta, hogy abban az esetben, amikor összekeveredett valakinek a gyereke a menyének a gyerekével, és akkor ugye az első eset arról szólt, hogyha ők meghaltak, akkor az özvegyüknek kell-e az, hogy a biztos pedigréjű vagy gyerekek adjanak halicát vagy hibumot. Aztán a következő paragrafusban pedig azt mondta, hogy ha a biztos pedigréjű gyerekek, tehát a testvérek haltak meg, akkor kell-e, hogy ők adjanak
És olyan furcsán mondta Mészoak Sérim, a kóserek haltak meg, de nem kóserekről van szó. Amaráv papa, én mu Mészoadaim, igen, valóban nem itt kellett volna mondani, úgy kellett volna, aki a biztos hátterű gyerekek, ugye itt. Ugye ezeknél. Ők a biztos hátterű gyerekek, a hármas az egyes, a négyes az ötös, a hármas és az egyes az nem, és ezeket kósereknek nevezte, nem kóserek, hanem a biztos hátterűnek. Oké. Okay. A következő dolog a Mishnában az volt, könyv Hennesimis Arev. Senis Arev. A következő eset az az volt, hogy egy kohanita nőnek a gyereke összekeveredett a szolgájának a gyerekével. És mit mondott a Misna? Hogy mind a ketten ehetnek a trumából. Mert vagy azért ehetek, mert kohanita vagyok, vagy azért ehetek, mert a kohanita gyereke vagyok is. Ugye elmehettek a szérűbe, és a szérűből vehették a trumát. Ugye arról van szó, hogy következőről van szó. Amikor egy kohanita elmegy és venni a trumából, akkor elmegy a szérűhöz, ott kiosztják a trumát. Akkor egy kohanita egy adag trumát vehet. Ne kérdezzétek pontosan, hogy számoljuk, vagy hogy tudjuk, hogy egy adag vagy két adag. De lényeg az, hogy nem lehet azt csinálni, hogy fölhalmozom a trumámat, és az egészet adom egy kohénnak. Hanem azért, hogy minden kohénnak jusson, ezért egy kohénnak egy trumát lehet adni. Amikor ők ketten megjelennek a szérűben, nekik nem két adag trumát adunk, hanem egyet. Mert ők egy háztartás. Valamelyikük a kohén, és a másik az a szolgája. A szolga is ugyanaz a háztartáshoz tartozik. És ezt mondta a Micsna, hogy Hölkin Helek Echot Begoyen, hogy a szérűben egy adag trumát kapcsak meg. Azt mondja a Talmud, Helek Echot Psita? Mi ebben a novum? Persze, hogy egyet kap. Miért kell ezt mondani? Mi a hidus? Azt mondja erre a Talmud, Eima Helek Ke Echot. Nem azt jelenti, nem azt akarta mondani Micsna, hogy egy adagot kaphatnak, hanem csak akkor kaphatnak, ha mind a ketten ott vannak. Hogy értsük, miről beszélünk. Valaki lemegy a szérűbe, és kitartja a markát, és mondja, jó napot kell, kérek a szérűből, kérek a trumából. Akkor megkapja a trumát. Hogyha a szolgáját küldi le, a szolga is megkaphatná a trumát, mert a urának a nevében megy, és az ura az egy kohén. A probléma az, amit majd mindjárt látni fogunk, hogy az emberek látják, hogy kimegy le a szérűre. És azt látják, hogy jött a Józsi, és visz egy csomag trumát, akkor azt mondják, hogy ő kohén. Még nem is kohén, hanem csak egy szolga. Ezért egyes rabbik előírták, hogy a szolga az csak az urával együtt mehet a szérűre. Nehogy félreértés legyen, és az emberek azt látják, hogy ott ment, és a szérűből kapott a trumából, és azt hiszik, hogy kohén, pedig nem is kohén, hanem csak egy kohénnak a fia. Nem fia. Kohénnak a szolgája. Tnán, ke manda, már én hölként truma leved, elejémként rába imoly. Akkor ezek szerint a Misnánk azt az álláspontot követi, amit azt is elmagyaráztunk, hogy csak a szolgának csak akkor lehet adni a trumából, hogyha vele van az ura. Mert volt egy ehhez hasonló eset, ezt már tanultuk egy pár hét ezelőtt, ott a feleségről volt szó. Egy kohanita feleségének is, hogy csak akkor adhatnak a trumából, ha ott van a férje. És akkor ott vita volt, hogy ez azért van, mert nem akarjuk, hogy félreértés legyen, hogy a feleség, ugyanez, mint itt, hogy a szolga kohén, ugyanúgy azt higgyék, hogy a feleség saját jogon kohén, pedig nem csak a férje jogán. Másfél, ami azt mondta, hogy nem, azért, mert akkor, ha elválnak, akkor ugyanúgy majd lehet a trumából. De vagy másik fejem azt mondta, hogy nem, csak azért, hogy szemérmessék, hogy ne maradjon egyedül a gazda a nővel. De mindesetre itt akkor itt ezt a véleményt követjük, hogy a szolga csak az urával együtt mehet le a szélőre.
De tánya én helkentrum a leved, elejemként rába ima, hogy Rabbi Júda tanította egy brájtában, hogy egy szolgálat csak akkor lehet adni a trumából, hogyha vele van az urap. Rabbi Jaisziai, mert jachel, Rabbi Jaisziai szerint viszont nem kell, hogy vele legyen az urap. Ha egyedül megy, akkor is jó. És jaj már, imkain a nit nulli bisvilátsz, mivel csak a lényeg, hogy mondja, hogy ő miért van itt. Azért vagyok itt, mert kohén vagyok, és kérem a trumát, vagy azért vagyok itt, mert az uram kohén, és kérem az uramnak a trumát. Mi könyvő és remélem, hogy a májén trumali juhszín. Mi könyvő és remélem, hogy a májén trumali juhszín. És éppen ezért Rabbi Júda környékén, ahol ő nem engedte meg, hogy egy szolga egyedül menjen az ura nélkül a szérűre, ezért ha látták, hogy valaki megy a szérűre, azt tudták, hogy biztosan kohén. És innentől fogva, májén le juhszín, ez már egy pedigré pecsét volt, hogy az illető az kohén. Rabbi Jossi nála, Rabbi Jossi megengedte, hogy egy szolga egyedül menjen a szérűre, akkor önmagában a szérűre járás még nem volt egy pedigré pecsét, nem volt biztos, hogy az kohén, mert lehet, hogy a kohénnak a szolgája van. Tánya, amirebbi lazer bárce dak, mi jamáj lai hátti eidusz echod, ele eidusz echod, ve hellu evede kunálpi. Azt mondta, amirebbi lazer bárce dak, képzeljétek el, életemben egyetlen egyszer mondtam egy ilyen tanúvallomást valakivel kapcsolatban, hogy milyen a pedigréje, hogy ő egy kohén, és abban az egy esetben, amikor ezt csináltam, akkor is tévedtem, és véletlenül egy szolgát kohanitának minősítettek ez alapján. Miért? Mert azt láttam, hogy ment a szérűre, és azt mondtam, ment a szérűre, biztos kohén, és közben kiderült, hogy nem volt kohén, hanem csak a kohénnak a szolgája volt. Azt mondja, Talmud, hellu szálka vájtok, tényleg így történt? Lehetséges ez, hogy az ő hibájából valakit kohanitának nyilvánítottak, aki csak egy kánaánita szolga volt? Hásta be hemtön se a cedikim, én akadás baruchum, mely vita kalál jadam? Cedikim átszmondaik, az se kény. Hagyhatta ezt Isten? Hát nem azt tanultuk, hogy Isten egy cádikot nem hagy, hogy bűnbe essen önakaratán kívül, nem csak, hogy egy cádikot, még a cádiknak az állatát sem. Tanultuk ugye a Hulin traktátusban, hogy a Pinchasben Jairnak nagyon okos szamara volt, és nem akart enni olyan termésből, amiből nem adtak tizedet. Szóval még a szamara is ügyelt arra, hogy nehogy megszegje az ura a bűnt, akkor pláne, hogy maga a cádik, hogy lehet, hogy Isten hagyta, hogy bűnbe essem, elején a bíksel áll, és szervezek unál a bűnt. Szóval talán igen, ez a történet nem pontosan így szólt, hanem úgy szólt, hogy majdnem ők akartak valakit kohénnak nyilvánítani az én hibás idézésem által, végül is nem történt meg. Hába be Aszre, de Rabbi Jossi, azért be Aszre, de Rabbi, mert úgy történt, hogy ő Rabbi Jossi környékén, körzetében volt, és ott Rabbi Jossi ugye megengedte, hogy a szolga egyedül menjen, és ő látta, hogy az illető egyedül megy a szélűre, ezt elmondta Rabbi Judának, és azt történhetett volna, nem figyelnek oda, hogy Rabbi Júda ugye megengedte, hogy a szélű alapján valakinek a származását igazolják, de aztán eszünkbe jutott, hogy Rabbi Jossinál ez nem így van, mert ott nem lehetséges ez, mert ott ugye nem engedte, mert ő megengedte, hogy a szolga egyedül menjen a szélűre. De végül is nem történt belőle baj. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap, pontosan egy óra, egy svájci órát lehetne hozzánk igazítani, 1 óra és 28 másodperc. Eddig tartott a mai tanulás. Köszönöm szépen, hogy ilyen későig velem tartottatok. Külön köszönöm a Salomkének, aki elkísért, és frissen tartott. Holnap este ismét találkozunk. Addig is kívánok mindenkinek minden jót, további szép estét, éjszakát, viszontlátásra, viszont hallásra.